Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit és a magyar labdarúgás rajongóit. Egy retro időutazást kérem. 1965. május 23-a. Lipcse 98 ezer néző a Centrál Stadionban. Világbajnoki selejtező az 1966-os. Angliai világbajnokságra. Egyelőre NDK Magyarország az első félidőt követően 1-1, Vogel szerzett vezetést egy váratlan lövéssel a 18. percben, majd Bene egy csodálatos vinklis találattal félfordulatból a felsőbe bombázott Bene. Ezzel lett egy-egy, óriási védéseket mutatott be egyébként Gelei József, a tatabányai kapus, akinek ez volt a harmadik válogatottsága. Baloldali támadás, Vogel, Erler, Mésző vágja ki. És ez így már kirúgás lesz. Nos, tehát a magyar válogatott Baróti Lajos irányításával így szerepelt ezen a találkozón. A kapuban Gelei József, három védő, Mátrai Sándor, Mészői Kálmán és Ihász Kálmán, négy középpályás, Nagy István, Nagy Antal, Sipos Ferenc és Rákosi Gyula, és három csatár, Farkas János, Albert Florián és Bene Ferenc. Egy jobboldali támadás és egy rossz lövés. Farkas elkapkodta. Az NDK válogatottja, amelyet egyébként egy magyar úriember irányított, méghozzá a legendás Sós Károly. A kapuban Weigang, a védelem Milbacher, Walter és Geisler, a középpályásor Pauke, Körner, Fresdorf és Kölner, és a csatárok Frenzel, Erler és Vogel. Frenzel, Kölner, hát éppen csak mellé, de azért Gelei rajta volt. A második percben mindjárt egy hazai kísérlet, jó 22-23 méterről ráküldte keményen Kölner, Gelei. Nagy csúsztat, Rákosi, Wilbacher vele szemben. Rákosi még mindig dédelgeti a labdát, már behozta egészen a másik oldalra, aztán eladja. Kölner, Erler, Fresdorf a túloldalon, és bizony ezt majdnem elnézték Mészőjék. Egy picit kivárt Mészőj, nem jött magabiztosan Gelei sem, egy szerencse, hogy még ihászott volt, és előtte Erler elől. Fresdorf, ügyes csel. Bokából tovább Vogel, Mátrai. És megint jönnek az NDK-sok. Megint Mátrai, Nagy István, ez a csel nem jó, Vogel, Mészői, Nagy Antal, és most végre magyar lábbal a labda, Albert slalomozik, Albert gyönyörűen tartja meg, Nagy István, és bizony csúnyán belerúgtak Albertbe. Mésző és Sipos is méltatlankodik, Johansson hikkat, mutatja, hogy szabad rúgás lesz, semmi gond. Mészői. Ihász hagyja Mészőinek. Albertet keresné. Vasas Fradiusz játék lett volna. Nagy István mellett megint Vogel nyargal el. Vogel. Mátrai üldözi. Még mindig Vogel. Mátrai. És estében valahogy kikotorja, Vogel nagyon veszélyes játékos, gyors,
és ballal jobban jól lő. Emlékezzünk, csak jobban szerezte a gólt, majd bal külsével. Egy szöglettel felérő szabadrúgást a rövid felsőben csavart, volna, ha nincs gelei. Szerencsére ott volt a tatabánya kapus, aki harmadszor volt válogatott. Át a túloldalra, ez beszélytelen ház csak kikíséri. 5. perc, 1-1. Kölner, Fresdorf, Pankau, Erler, Ihász lép közbe, Rákosi, nem jut el Benéig. Megint Fresdorf, Sipos lép közbe keményen. Szabadrúgás Johansson, már mutatja is a pontos helyét, innen lőhetnek az NDK-sok gelei kapujára. Akár egyből is tüzelhetnek. Nem közvetett a szabadrúgás. Pankau. Nem hinném, hogy rálőné. Élesen középre. Ihász fejeli ki, Pankau vissza. Szerintem lesen voltak ketten is. Sipos. Albert jött megint vissza. Fresdorf, ez felejthető lövés. Gelei nyugtatja a honfitársait, majd komótosan elvégzi a kirúgás, jól meggondolja, hogy hova. Pontosan Ihász, illetve Rákosiig, és Rákosi csúnyán buktatják, Mölbacher, és nincs sárga. A meccs egyetlen sárgát Nagy Antal kapta. Hát volt több olyan eset is, amikor sárgát érdemeltek volna. Hazaiak, Rákosi, megint bokára ment Mühlbacher. Rákosi kapja vissza, és bizony, hát ha 20 centit tévedett. Ezúttal jobb külsővel, hogy meglepje Weingangot, aki valószínűleg ballábas lövés várt lá Rákosi-tól. Marad az 1-1. Közel volt, megszerezhette volna a második találatot a magyar csapat. Ihász. Eladja. Albert kérte volna. Kölner. Ez nem jó. Lecsúszott. Gelei végezhet el kirúgást. 8 perc telik el a második félidőből. NDK Magyarország továbbra is 1-1. A 28. perc óta, amikor is Bene egyenlítette csodálatos góllal. Fresdorf. Ügyesen két magyar között tovább Pankau. Bátran meghúzza. Nagy buktatni sem tudja, az volt a szerencse, mert már a 16-osnál járt. Végül Ihász kotorja ki. Kölner. Szlalomozik három magyar között is. Erler! Végül Nagy István vágja ki, de csak Mühlbacherig. Azonnal jön vissza Alaszti. Mésző gyönyörűen fejelte ki. Rákosi ég gondban, és most Rákosi elindulhat. Szokásához hülyen. Inkább a túloldalon Benét vagy Albertet kereste volna. Walter! Erler! Ihász Gyötri! És Ihász szereli az első szöglet a második félidőben. Egyébként 6-4 a szöglet arány ezzel a vendéglátók javára. Pankau jön alig, ha nem elvégezni. Igen, Pankau. Mühlbacher! Kapufa! És most elakadt geleiben! Hát ez mázli volt! Óriási szerencsével úzták meg most ezt gelejék. Egy hatalmas lövés a kapufáról, a felső lécről vágódik ki, és Erler 3 méterről a repülő gelei testébe bombázza. Marad az 1-1, hát ez mázli volt tényleg. Duplán is. Az más kérdés, hogy gelei ugrott, mint a párduc, és most is nem engedi. De hát azt Erler oda lőhette volna, ahova akarja.
repült Gelei, és igaza volt, mert így elakadt benne Erler duplázása, ami felső lézről vágódott le. Nagyon tal. Buktatta. Szerintem buktatta a német. Ezt meg már lefújja. Fogellel szemben Sipos szabálytalanságát. Sipos vágja ki. Hát, elég nagy a zavar most a magyar válogatott védelmében. Óriási lendülettel jönnek a németek. Mésző legyint egyet, mert hogy Sipost látta szabálytalannak a svéd bíró. Pankau és Kölner 17 méterről, gólveszélyes helyről, szabadrúgás, öttagú a magyar sorfal. Ha nézzük Kölnert, Kölner most biztos kézzel Gelei. Nem ment igazán sarokra, de hát akkor is kellett Gelei védése. 12. perc. NDK rohamok és magyar szerencse. Továbbra is jönnek a házigazdák. Kölner, Nagy István nem tud szerelni. Fresdorf, ezt gyönyörűen csinálta egyébként Sipos. Albert megint egészen mélyen hátul. Rákosi. Albert. Még egy csel. A második felrúgja Milbacher. Albert Florian rengeteget jár vissza segíteni a középpályást. A középcsatár. Sokszor kéri el a labdákat. Bene elől. Albert még tovább csúsztatta a felével, és de Weingangölében köt ki. Kölner. Fresdorf. Két magyar között kapja, és jól tartja meg, de csak egészen eddig. Nagy Antal akadt fönn. Mátrai. Bátor előre törés, és szerintem ott bizony Nagy István kapott egyet. Jogos szabadrúgás. Sok kelet-német szabadrúgás után. Végre magyar szabadrúgás, de hiába. Bene elől Weingang. Maga biztos kézzel. Erler. Tovább pörgeti. Mészői. Mátrai. Hosszú előreívelés. Albert és Bene közé. Ez nem jó. Geisler. Keresztlabda Erler felé. Ihász lép ki. És Albert lökte el a valóban Milbachert. Ez most jogos. Fresdorf. Ihász. Odaszúrt keményen Erlernek, csak hogy tudja a dörgést. Nagy István. Jön Mátrai, óriási lendülettel. Mátrai, Bene! Bal szerencsére a sarkára kapta az átadást. Fresdorf. Mészői, röviden. Fresdorf vissza. Erler. Még beadja valahogy. De jött Gelei és lehúzza. Aztán kigurítaná Sipos. Farkas felé. Bene kapja. Farkas mögötte volt. És Bene kiharcol egy szögletet. Az első, a második fél időben. És ő maga is végzi el. Albert jön. De lecsúszott Bene átadása. Így kapura ment. Milbacher. Pankau nem éri el. A Rákosi. És ezt is lefújja Johansson. Hát ez nem igaz. Már pedig lefújt. Hát semmi különös nem történt. Pankau összeesett. Nagy Antal. Fresdorf még megtartja, pedig kapott a bokájára is. Erler bújik ki a magyarok között. Erler. Még mindig Erler, Ihász, és jön Gelei.
És itt még Pankau mindig lemarad, mikor ütközött Rákosival. Sipos. Jász. Bátran följön Sipos. Bene és egy újabb csel, még mindig Sipos. A rangidős. Milbacher szereli. Hát ezt nem értem. Sipos sem érti, Albert sem, Bene sem. Megint az NDK javára ítél Johansson. Weingang. Jász. Rámászott Erlerre. Fresdorf. Eladja szerencsére. Sipos. Bene. Ez most jó labda. Nagyszerű csellel megy el Bene. És aztán nem találja, sajnos nem találja el. Farkas kérte volna. Ebben több volt. Picit higgadtabb lehetett volna még Bene. Egy cselt követően azonnal próbált középre jönni. Albert szerez egy labdát. Farkas elől vágja ki Walter. Fresdorf. Kölner. Egyelőre senki nem támadja. Most jön Sipos. Fogel. Még utána Erler, Mátrai. Igen. Lökéssel és a bokapiszkálással operált most Erler. Mésző gurítja haza Gelei. 18. perc a második félidőben. Ihász. Rákosi egy jó csellel indul meg. Rákosi faképnél hagyja Pankaut. Aztán elnézést kér Farkastól, mert kivezette ahelyett, hogy lepasszolta volna. Nagy volt benne az elszántság és a rössz. Ez most nem fizetődött ki. Fresdorf kérné. Erler. Pankau. Erler kapja vissza. Rákosi szerel. Pankau. Fresdorf. Erler. Jól fordul le. Erler! Lehet, hogy megpattantott Ihászon. Mert úgy néz ki, hogy szöglet lesz bizonyám, ez blokkolt lövés volt, azért vesztette az erejét. Kölner jön elvégezni. Erler, Fogel, Mühlbacher is fölhúzódott, Walter is a söprögető. Kölner jól csavarja középre, Gelei jön. Szerencsére valahogy elpattant onnan a labda Mátrai. Albert fönnakad, Bene. Fresdorf. Rengeteget dolgozik. Kölner. Erler. Pankau. Ügyes csel, Pankau. Erler. És Mészöly takarít. A hetedik kelet-német szöglet következik. Kölner már ballag is oda. És jönnek Walterék is fejelni, Milbacher is, Walter is, a fél védelem. Csak Geisner, nem? A rövid saroknál egy csukafejes Ihász. Bizony befért volna. Sipos. Ez pedig a les. Erlert látta lesen Johansson, az éles szemű svéd. Magyar szabadrúgás kifelé. 20. perc a második félidőben. Sipos emeli haza. Gelei. Akinek egyébként a fia is, Gelei Károly, válogatott lett. Ez is ritkaság kapusoknál. Mátrai. Fogel lép közben. Mátrai dobhat. Benét megelőzik. Albert, Farkas. Hát ez kezezés.
Nagy Istvánról kipattan. Hát ez nem előnyszabály, kedves Johansson úr. Szóval le kellett volna fújni, mert hogy a földön ült Pankau egyértelműen kézzel akadályozta meg a magyarokat abban, hogy támadást vezessenek. Weingang! Ihász picit alá szaladt, de csak azért, mert Pankau a levegőben felugorva derkon taszította a magyar balbekket. Sipos. Megint Albert lép vissza. Farkassal akart kényszerítőzni. Igen, Bokával együtt találták el a labdát. Walter volt a szabálytalan magyar szabadrúgás. És Sipos maradott. Ezt akár kapura is küldheti. Sipos, bizony, óriásit védett Weingang. Mesteri szabadrúgás a rövid felsőbe. Hatalmas bravúr a német kapustól. Szegletre tenyereli. Marad az 1-1. Vagy 25-ről egészséges a löket Sipos, a rangidős Mátraival együtt, 32 évesek ekkor, és 66-szoros válogatottak. Farkas beadása, Weingang jön, mint a pártos, és lehúzza. Frenzel. Fresdorf. Geisler. Vogel, eddig lábról lábra, gyönyörű támadás. Vogel. Mátrai a végállomás, a 8. NDK szerület következik. És nem is Mátrai, nem Mésző jött ki Mátrai helyett ide keresztezni Fresdorf a szöglettel. És Albert jött vissza a szögletnél, és ő fejelte ki. Bene! Ollózva. Milbacher, de röviden. Így István lódul meg. Röviden kapta. Benéig sem jut el, megint Fresdorf, Vogel, Erler bújna ki, Mésző van ott, és a 9. hazai szöglet következik, Vogel végzi el. Na nézzük. Megint a rafinált csavarás. Egyszer már ezt megpróbálta a rövid felsőre, most vagy 30 centit tévedett. A remek rúgó technikája van Vogelnek. Gelej a kirúgással. Meglehetősen tanácstalannak tűnik a magyar kapus. Nem jó Nagy Istvánnak. Fresdorf a 2. félidőben egyértelműen az NDK játszik fölényben. Ettől függetlenül azért voltak magyar lehetőségek is. Bene. Dobás. Igen, magyar dobás jön, mutatja Johansson. Hiszen Kölner vezette ki a labdát. Mátrai. Albertet 2-re is őrzik. Benéhez sem jut el, Albert. Walter, hát egy picit meglökték ott Florit. Kölner, Ihász, Rákosi. Jól fordul a Rákosi. Villám gyorsan nyargal a bal szélen. Még mindig Rákosi, aztán visszahúzza Milbachert. Picit túlvállalta magát most Rákosi. Amikor látta, hogy már nem éri utol, akkor visszarántotta a jobbeket. Egy jogos szabadrúgás. Viszont az első szabálytalanságot, nem a visszarántást fújja le. Rákosi Albert!
Waltert dicséri meg Wengang, villámgyorsan elvégezte Rákosi, kibújt Albert, de ott volt a hazai söprögető, és már Albert nem tudta igazán kapura irányítani. Újabb magyar gólszerzési lehetőség, még akkor is, ha ez nem Zitzer volt. Fogel pörgett, Kölner, Erler, Mátrai takarít, de röviden. Mátrai, Nagy István, benefordulna le, és Geisler szereli Benét. Mátrai dobhat. Nagy István. Megint egy szabálytalanság. Igen, magyar szabadrúgás lesz. Albert kapott megint egyet. Sipos jön. És lehet, hogy ezt is rápörköli. 35-ről. Na, legyen 32. Na, nézzük a kapitányt. Á, külsővel próbálta Benének ravaszul bejátszani ott két német között. Még mindig magyar lábon szerencsére a Laszti. Még mindig Mátrai beemeli Albert elől. Röviden vágják ki, Nagy Antal sem fér hozzá, jöhetnek a németek. Kölner bátran meglódul. Sipos, gyönyörű szerelés. Honnan jött vissza? Farkas. Farkas. Jól megy el, még mindig Farkas. Mellette Bene és Albert. Albert, ez jó, Bene! És rosszul számítja ki a labda pattanási szögét. Albert pörgette oda. Farkas, Albert, Bene. Végül is nem lett magyar gólhelyzet. Lesz-e német? Fresdorf. Erler. Erler húzza meg. Túlvállalja magát. Ihász mellett azért nem olyan könnyű. Magyar kirúgás. 28. perc a második félidőben. NDK Magyarország. Továbbra is 1-1. Fogel és Bene. A két gólszerző Gelei. Csak ijeszget. Nem jut el Albertig. Sipos mellett tovább, de ott van Mészői. És nem csak elrúgja a vaktában, hanem Nagy Antal felé. Mégis lepattan a németekről. Fogel gyönyörűen emel a túloldalra, de nem pontosan. Kikíséri Ihász. Megint jöhet Gelei a kirúgással. Bene, Nagy István, hát ezt is le kellett volna fújni, kedves Johansson, megtaposták a cipőjét a magyarnak, Walter volt a tettes, Mészői, és itt Fresdorf marad lenn, a tomporát fogja, nem láttuk, mi történt, Johansson minden esetre. A rendet teremt ott. Farkas volt talán szabálytalan. Minden esetre Fresdorf már meggyógyult, persze. A farcsontját fájlalja, de lehet, hogy a fölső hajlító izom, a combizom sérült meg, vagy kapott egy elefánt puszit? Jönnek a magyarok. Albert nem érhette el. A Rákosi. Eddig jó. Albert.
Benevárja a túloldalon, ez jó ívelés! És Bene már nem éri el, sajnos. Hazai kirúgás lesz. Negyed óra van hátra a VB-selejtezőből, egyelőre nem bír egymással a két rivális, NDK Magyarország 1-1. Mátrai. Sipos bólintja vissza, Mátrai. Rákosi felé, Farkas. Bene, Bene, hátalpalták. Walter szerintem szabálytalan volt, minden esetre legalább magyar bedobáson. Mátrai. Sipos. Jól csavarja középre. Sarokkal próbálta meg Albert megjátszani. Farkast ez nem jött össze. Fresdorf. Erler csinál helyet neki. Ez a csel jó, és nagyot esik Ihász, nem bántotta. Műesés volt. Beakasztotta a lábát a német csatár a magyar bekbe. Ezt most jól látta szerencsére Johansson. Rákosi. Sipos. Nagyantal. Rákosi csatlakozik. Most egy jó beadás. Bene gyönyörűen vette le. Bene, egy csel, még egy csel, Bene. Még mindig ott van, és aztán valahogy Milbacher estében kikotorja Bene elől. Pankau, Fresdorf, jön Sipos, Mátrai. Nagy István nem fér hozzá, Mátrai vissza, Farkas. Sajnos rosszul vette át, így aztán már kénytelen volt visszasarkalni, nehogy kivezesse. Mátrai lép közben, Fogelt szerelte le. 33. perc a második félidőben. Geisler, Fogel, Mátrai, Fresdorf. Nagy Antal nem tud szerelni, aztán Mátrai. Csímbe kapta Nagy István. Mátrai dobhat. Sipos. Rossz helyre vissza, Fresdorf. Geisler, ő is eladja, Mátrai. Sipos vissza. Inkább haza Geleinek, Mátrai. Ez a legbiztosabb megoldás. Ihász. Na Rákosi. Ezúttal Milbacher a nyertes. Ihász mellől lefordul. Frenzel, Erler, Erler, röviden vissza. Sipos lép közben, még mindig ott pattog a labda, megint Erler, Kölner. És most végleges a felszabadítás. Sipos, Rákosi, Sipos, ügyes adogatás, Milbacher az égbe bikázza. És most jöhet egy magyar támadás. Albert, Bene. Farkas a másik oldalon, Bene, egy jó csel. Nagy István kérné, Benét szereli, Geisler. Ebben is több volt, marad az 1-1. Nagy. Rövid, sem Albert, sem Farkas nem férhetett hozzá. Walter könnyedén kifejelte, két német összefejel. Mészöly. Nem jó, Farkasnak hosszú. Jön Fresdorf. Még mindig ő. Sipost és Mátrait is megkerüli. De a beadása csak Gelei ölébe hull, aki azonnal indítja Ihászt. Albert jön vissza. Sipos. Bene. Nem tudta lekezelni. Geisler szereli. Fresdorf. Ügyes csel. Még mindig Fresdorf, de hát Mátrai azért annyiban nem hagyja ám. Nem lehet őt könnyedén megkerülni. Fogel. Fresdorf. Ez buktatás.
Ez egyértelmű volt. Mátrai buktatja Pankaut, hogy elnézést kér tőle. Német szabadrúgás jön. A 16-os vonalán áll. Kölner. Egyelőre 3 az 5 ellen vannak a németek. Mészői könnyedén kibólintja. Albert. Gyönyörűen fordult le, és tálal Benéhez. Most kapja Bene Nagy Istvántól. Ez a cseh. Jó a második már, nem? Getzler lép közbe. És ez már kim volt, Kölner hiába dekázott itt a vonalon. Magyar dobás lesz. Nagy István. Albert. Farkas. Meredek. Bülbacher könnyedén hazabújítja. Kölner. Erler mélységből indul. Erler faképnél hagyja Sipost. Erler végül Ihász éri utol. Rákosi. Szabad terület előtte. Albert indul be. Albert kapná, de hosszú. Bülbacher az égbe bikázza. És szerencséjük a németeknek, hogy nem vehette át Bene. Kölner. Pankau. Kicselezi Sipost is. Most jön Walter a söprögető. És aztán eladja. Sipos, nem bántották. Nagy Antal. Bátran meglódul. Mellette Farkas. Albert pörget. Hát ezt bizony buktatták Albertet. Alaposan rátartottak a bokájára. Ha nem fúj semmit, Johansson, jöhetnek a németek. Fresdorf, Pankau. Igen, Ihász itt már buktatott, az egyértelmű volt. Jöhetnek a házigazdák egy szabadrúgással, Erler kapott egy csomagot. 38. perc a második fél időben, mindig egy-egy, a 28. perc óta. Walter, ez nem jó, Mésző kifejeli azért, nem hagyta geleinek. Geisler, ő is visszapörgeti, Fogel, szerintem a kezére pattant, Johansson nem int, és Kölner szorongatott helyzetből nem talált el igazán jól. Magyar kirúgás következik, Gelei. Csak ijeszget. Na most talán már föléveli. Hadd verekedjenek ott Alberték elől. De lehet, hogy Rákosi lesz a célzott. Igen, Albert. Nem tudta megcsúsztatni Benének, Siposon túlfejelik, Fresdorf emel, Erler és jön Gelei. Sipos segített, gyönyörű labda. Nagy Istvántól, Bene. Nagy István, és Albert már várta volna. Walter lépett közben az utolsó pillanatban. Kölner. Fresdorf, ügyes csel. Walter jött föl, Sipos állította meg, megint Nagy Antal. Bene mellette Albert és Farkas is kérné. Ez a szóló fölösleges volt, szabadulni kellett volna a labdától. Ebből jöhet egy veszélyes német kontra. Fresdorf, Kölner. Nagyszerűen játszik a két belső középpályás, Fogel veszi le. És Mátrai, de röviden, még mindig ott a németek, Erler, és Albert jön haza, és mintha kapura lőne. Az igazság az, hogy Erler elől mentett Albert, úgyhogy hazaadta. Gelei labdázgat. 5 perc van hátra. Rákosi pillanatra elcsúszott, és Pankau szereli Rákosit. Magyar bedobás.
Nagy. Farkas. Farkas fordulna le. Müllbacherről nem tud. Német dobás. Erler. Kölner. És teljesen üres Vogel. De le sem van. Még jöhetnek a magyarok. Mészöly. Gelej. És kérem, lefújja a mérkőzést, Johansson! Lehet, hogy egy perccel hamarabb ölelkeznek az NDK-sok. Egy-egy a VB-s előttező végeredménye, Vogel, illetve Bene a gólszerzők.